99 100. Köszöntöm Önöket, a Hegyvidék TV Sport magazinját látják. Habár egy ilyen kültéri fitness parkban is meg annyi lehetőségünk van a napi testmozgásra, a mai adásunkban a MOM Sport fitness termébe kalauzolom el Önöket. Legyen szó egy kiadós edzésről, vagy akár fogyókúráról, fontos, hogy betartsunk néhány alapszabályt és jó tanácsot, amit most Szent Györgyi Rómeótól hallgathatnak meg. Tartsanak velünk! Nyáron számtalan mozgásforma közül választhatunk, mint a futás, túrázás vagy akár a vízisportok. Ám ha visszatart minket a kánikula, és például csak délben van időnk edzeni, jó megoldás lehet, ha ellátogatunk egy fitnessterembe. A lehetőségek tárháza vár itt minket, és szakemberek is segíthetnek a személyre szabott edzésben. Egy kellemes, hűvös teremben, így akár testünk túlhevülésétől és a hőgutától is megóvhatjuk magunkat. Ha valaki most kezd bele a rendszeres testmozgásba, fontos, hogy saját épsége érdekében betartson néhány alapszabályt, kezdve a fokozatossággal. Fejest ugrani sosem szabad, inkább kezdjünk egy picit lassabban, amíg a szervezet hozzászokik, és én javasolnám, hogy esetleg legalább kezdetben szakember segítségét kérje. Rengeteg személyedző van, mindenkinek különböző a szakterülete, és velük nagyon klasszul lehet haladni, vagy akár egy egész edzéstervet felépíteni, és hogyha már megvan maga biztosan az adott mozgásforma, akkor meg lehet folytatni akár egyedül. Ha edzővel kezdjük, akkor egy általános beszélgetés előzi meg az edzést, hiszen informálni kell az edzőt arról, hogy kinek mi a célja, és milyen esetleges problémákkal él együtt, illetve fájdalmai vannak, hogy legjobban ki tudja alakítani az adott edzésprogramot. Ha általánosságban akarok beszélni az edzés elkezdéséről, akkor pedig mindig egy bemelegítés, ami egy kardió jellegű mozgás. Lehet ez elliptikus tréneren, evezőgépen, hogyha edzőteremről beszélünk, vagy egy futógépen, egy 5-10 perces kardioedzést, után jöhet egy általános gimnasztika, és aztán pedig egy pici tonizáló gyakorlat, egy pár darab bugolás, fekvőtámasz és felülés, de tényleg csak egy 10-10 ismétlés számmal. És ha ezzel megvagyunk, akkor már egy 15 perc legalább eltelt az edzésből, ekkor kezdjünk a nagyobb terhelésnek, amikor már így módon a szervezetet felkészítettük. És a végén nagyon fontos az edzés után a levezetés, a nyújtás, illetve különböző eszközöknek a használata, vagy azok segítségével, lehet az fitball labda, vagy a henger, ami most nagyon divatos, és szinte lemasszírozza az ember az izmait, és a stretchingről sem feledkezzünk meg, vagy az általános nyújtásról, amit egy jó edző mindenképpen beépít az edzés végére. Tulajdonképpen bármikor elkezdhetjük a mozgást és az intenzív edzést évszaktól függetlenül, bár arra azért érdemes figyelni, hogy télen rövidebbek a nappalok, és az ember nem szívesen mozdul ki 5 után, 6 után a szobából. És hogyha csak azt nézzük, hogy az 50-60 négyzetméteren mennyi mozgást tud az ember végezni, akkor azt kell mondjam, hogy a kalóriában nem túl sokat von el a szervezettől. Tehát egy nyári mozgás van, amikor jövünk, megyünk, és akár sokszor 9-10-ig is kint van az ember az utcán, sétál, jön, megy és bandázik, akkor jobban megy a kalória, tehát egy fogyókúrás és testsúlyveszítő programot érdemesebb elkezdeni, ellentétben a téli időszakkal, amikor pedig hát férfiaknál az izomtömegnövelést szokták mondani, hogy akkor érdemes egy pici izmot építeni, amit majd tavasz és a nyári időszakban formálással pedig tökéletesíteni. Amennyiben valaki fogyókúrás célból szeretné rendszeresen edzeni, azaz formába hozni testét, fontos, hogy tisztában legyen annak szakszerű, hatékony, ugyanakkor egészséges menetével. A súlyvesztésnek
tulajdonképpen három alapillére van, a táplálkozás, a mozgás és az étrend kiegészítőknek a használata. Ezeknek az arányáról megoszlanak a vélemények, hogy melyik milyen arányban számít és fontos. Nekem az a tapasztalatom, hogy ahogy idősödik az ember, egyre jobban az étkezés veszi át a nagyobb hangsúlyt a fogyás szempontjából. Gyerekkorban még bármit és bármennyit ehetünk, a sok játék a szaladgálással ezt lemozogjuk, bár lehet, hogy itt az internet világában most már ez egyre kevésbé igaz, illetve az étrend kiegészítők is fontosak a szervezet számára, hogy megkapja azt a tápanyagot, amire éppen szükség van, vagy amilyen mozgásformát vagy funkciót el akarunk érni, tehát a testépítés, akkor ott a fehérje az, ami sokkal fontosabb, a fogyás pedig akár L-karnitin, CLA és egyéb étrendkiegészítőknek a segítségével lehet még egy picit fokozni, illetve meggyorsítani. Ne feledkezzünk meg a megfelelő folyadékpótlásról sem. A nyári hónapokban csupán attól is értékes ásványi anyagokat és nyomelemeket veszítünk, ha kint a szabadban tartózkodunk és verejtékezünk. Ezért fontos, hogy fokozottabban figyeljünk a természetesen alkohol és cukormentes italok fogyasztására, akár az edzések közben is. Két dolog miatt. Az egyik a kiszáradás, a másik pedig a teljesítményre való hatása. Hogyha valaki egy 2-3%-os folyadékvesztése vagy mínusszal létezik éppen, akkor a teljesítményre az mínusz 15%-os hatással van. Sokkal hatványozottabb a folyadék hiánya a teljesítmény tekintetében. Tehát ha valaki nem érti, hogy éppen miért fáradékonyabb, miért nem bír annyi súlyt, vagy miért nem bír annyira intenzíven edzeni, akár hölgyek esetében, hogyha kardiomunkát végez, akkor annak ez is lehet az oka, hogy nincs elég folyadék a szervezetben. Sokszor találkozok azzal a problémával, hogy azt gondolják, hogy ha túl sok vizet, folyadékot fogyaszt valaki, mert azért a vízen kívül az izotóniás italok is elég fontos szerepet kaphatnak, hogy esetleg a mérlegre állva még többet is mutathat a mérleg. A folyadék sokkal gyorsabban távozik a szervezetből, ez egy nagyon fontos dolog és egy szállító eleme a szervezetnek, hogy a megfelelő tápanyagot a megfelelő helyre juttassatok, tehát hogy abból nem tudunk túl sokat bevinni. Az a jó, ha a szervezetben van bőven, aztán a szervezet gondoskodik arról, hogy elpárologjon, leadjuk izzadással, úgyhogy inkább többet ígyunk, mint kevesebbet. Egy felnőtt szervezet tekintetében egy nyári időszakban egy 3-4 liter az, ami minimum ajánlott, és hogyha még ehhez a mozgást is nézzük, akkor még 5 liter sem sok, tehát nem kell megijedni ettől a mennyiségtől se, hogyha el tudjuk fogyasztani, jól esik, akkor bátran használjuk csak föl akár ezt az 5 litert, és ha edzés közben is nyugodtan ígyunk, tudom, hogy ki lehet bírni akár egy órát ivás nélkül, de ha jelez a szervezet, és figyeljük magunkat, akkor bátran nyúljunk az üveg után, és pótoljuk a folyadékot. Ha kell, akkor izotóniás italokkal, amiben megfelelő elemek vannak azért, hogy a mozgást még tökéletesebben tudjuk kivitelezni, és még hosszabb ideig tudjuk végezni. Akik a csoportos órákat részesítik előnyben, és nem szeretnének egyedül megküzdeni a súlyokkal és a különböző eszközökkel, azokat is szívesen várják a MOM Sportban, de a kikapcsolódni vágyókat is különféle lehetőségek várják. Itt a fitness klubban rengeteg különféle mozgásformát kínálunk a vendégek számára, kezdve a csoportos TRX foglalkozásokon át, a Body and Mind óratípuson keresztül a jogáig.
illetve crossfit órákat is tartunk, valamint közel 20 személy edző várja azokat, akik pedig egyénileg szeretnének edzeni, és különböző mozgásformákat preferálnának. A fitness club területén belül három masszőr is dolgozik különböző időpontokban, és ők is sportmasszázsal, illetve különböző rehabilitációs technikákkal várják azokat, akik meglátogatják őket, és frissülni szeretnének akár. Az úgynevezett fájdalomambulancián pedig különféle rehabilitációs tevékenységekre is lehetőségük van a vendégeknek. Legyen tél vagy nyár, hideg vagy meleg, egészségünk megőrzése érdekében fontos, hogy rendszeresítsük a testmozgást. Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. Fontos az, hogy ne csak vészhelyzetben kezdjünk el mozogni, amikor úgy gondoljuk, hogy most a szervezetünk számára még fontosabb az immunrendszer erősítése, hanem egész évben, hiszen a mozgásnak rengeteg számos pozitív mellékhatása van, azon kívül, hogy jól nézzünk ki, és tényleg egy jó alakot kölcsönöz nekünk a rendszeres mozgást, de ha hosszú távon végezzük, akkor a szervezet tényleg egy olyan ellenálló képes, szervezetnek egy olyan ellenálló képességet is ad, ami azt gondolom, hogy mindenképpen segíti, vagy hozzájárulhat a különböző vírusos megbetegedéseknek a kivédésére. Úgyhogy ne csak nyáron edzünk, hanem egész évben, és ne csak azért, hogy jól nézzünk ki, hanem hogy tegyünk az egészségünket. Közben én is végeztem már a napi testmozgással. Ha önök még nem tették meg, kezdjenek hozzá most. Vigyázzanak egészségükre. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!